Az ügyészség szóvivője közölte, hogy a választási csalást bizonyító zsákot azután vitték ki, miután minden voksot bejegyeztek, a jegyzőkönyvet pedig elküldték a köztársasági választási bizottságnak. Ez azt jelenti, hogy nem a választási eredmények módosításáról van szó, hanem a levéltári anyag eltulajdonításáról, amiért 3 évi börtönbüntetés járhat. Szerbia polgárainak szavazatait tehát senki nem lopta el, csupán a szavazólapokat. Vitathatatlan, hogy ez is bűncselekmény. Az ügyészség annak felderítésén dolgozik, hogy kik vitték el a szavazólapokat, illetve kik tették lehetővé az elvitelüket. Az ügyészség szóvivője rámutatott arra is, hogy a szerb haladó párt elnöke nyilatkozatában 3000 szavazólapot emlegetett, viszont a rendőrségnek csak 2109-et adtak át. Ezen kívül Tomislav Nikolić azt állította, hogy a szemetes kukában találták őket, Alekszandar Vučić elnök helyettes pedig azt, hogy a párt székháza előtt.